Mi a benyomásod eddig a Kécskei Paradiszból? Hát szerintem nagyon jó. Jó, hogy csapatban lehet dolgozni. Ja. És mit vársz a gimnáziumtól? Hát azt, hogy jók lesznek, ugye jók az osztálytársak, és akkor várom, hogy sokat együtt lehetünk. Az első nap programjai közül mi volt, ami tetszett, és miért legjobban? A bemutatkozásos feladat, mert akkor megismertük egymást, összeismerkedtünk is az úgy. És a második nap programjai közül? Az evezés. És miért? Mert együtt dolgoztunk, és nagyon jó volt. Milyen az új osztályod? Szerintem nagyon rendesek. Mi a benyomásod eddig a Kécskei Palérozóról? Tetszett, hogy mi volt a jó eddig? Hát a strand is nagyon jó volt, meg most itt a szervezés is. Mit vársz a gimitől? A tesi órákat. Az első nap programjai közül mi volt, ami legjobban tetszett, és az miért? Úszás. És miért? Mert az gyorsabban, az csapatmunka volt, és gyorsan kellett. És a második nap programjai közül eddig mi tetszett legjobban? A szervezés. És miért? Mert ott is csapatban dolgoztunk. És mi a véleményed az új osztályodról? Szerintem nagyon jó. És az osztályfőnek? Az is. Köszönjük. Új osztály Erika nőnek. Mint mindig. Nem, a hetedikán nagyon nagyon. Sokan vannak, sok fiú, ennek örülök, úgyhogy várom az új tanévet. Milyen 6 év után ismét átlépni a gólyatábor kapui? Furcsa, főleg az osztály furcsa, a 18-19 évesek után a picik furcsák, de egyébként meg fogom őket szokni, és jó újra itt lenni. Köszönöm. Hogy? Mi tetszett az első napban a legjobban, és miért? Az első napban hát jó volt a testi program mindenképpen, de a strand is nagyon jó volt. Az előző években is nagyon jó volt. Jó volt látni küzdeni az osztályomat a sportjátékokban. Fiúk, lányok nagyon kitettek magukért. Ez egy igazi jó kis küzdő csapat lesz. És a második napban mi tetszett a legjobban? A második nap az még tart, de a sárkányhajózást nagyon élvezték a gyerekek. Illetve biztos, hogy a többit is fogják, még sok mindenre nem vagyunk túl dökösök, jól megoldották a játékokat. Most vannak Petinél, az íjászat még hátra van, de szerintem azt is nagyon fogják élvezni. És ha... Tudunk egy reszket a bokor? Köszönjük szépen!